Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2023. február 9-én csütörtökön pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Jelenleg 58 idősről gondoskodnak a Sárkány utcai idősek otthonában. Egy szlovák rendőrcsapat látogatott Kiskörösre február 8-án. Az U9-es csapatok szereplésével zárult a téli Bozsik torna sorozat. Évről évre egyre nagyobb az idősellátásra az igény térségünkben. Kiskörösön a Sárkány utcai idősek otthona folyamatosan 58 lakóval, teltházzal működik. Az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézmény idősek otthonában jelenleg 58 idős ember él. Az intézményben olyan személyeknek nyújtanak ellátást, akikről életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni. A bekerülés feltételét jogszabály határozza meg. 80 éves kortól lehet úgymond simán bekerülni, előtte pedig orvosi javaslattal, ha valaki még nem érte el a 80 évét. Van egy jelentkezési lapunk, egy többoldalas nyomtatvány, azt kell kitölteni, házi orvossal igazoltatni, hogy a napi ellátási szükséglete a 4 órát meghaladja, beadja a kérelmet, és aztán vár a sorára. Az idős gondozás iránti szükséglet hazánkban évek óta növekvő tendenciát mutat, így esetenként az is előfordulhat, hogy akár fél évet is kell várni arra, hogy valaki felvételt nyerjen. A bekerülési idő hosszát főként az határozza meg, hogy milyen ellátást igényel az idős, és hogy a számára legmegfelelőbb területen van-e üres férőhely. Vannak, akik ágyban fekvők, 11 ágyban fekvő van, akik abszolút nem is kell neki az ágyból, tehát ott kell őket etetni, öltöztetni, fürdetni, stb. Aztán vannak, akik néha-néha fölkelnek, vagy kerekesszékbe, ki tudjuk őket hozni a társalgóba. Az idősek számára több programot is szerveznek az otthonban, melyek egyrészt közösségi élményt adnak a bentlakóknak, másrészt pedig a foglalkozások segítenek szinten tartani a meglévő funkciókat, memóriakészséget, szépérzéket. Ugye a finom motorika már az időskorban kicsit megkopik, és ezt ha szinten tudjuk tartani náluk, akkor az nagy segítség lehet akár egy begombolásnál, egy fésülködésnél. Tehát őnekik ez sokszor okoz esetleg nehézséget, egy zokni fölhúzása, és ezekben mind ezek tudnak segíteni. A téli időszakban az idősek egyik kedvenc időtöltése, hogy a társalgóban együtt színeznek mandalákat, állatfigurákat, gyümölcsöket, miközben zenét hallgatnak vagy beszélgetnek, de olyan is van, mikor közösen nótáznak. Müller Kristófné már 6 éve lakik az otthonban, ahol gyakran horgolással tölti szabad idejét. Teri néni nagyon jól érzi magát az intézményben. Aranyosak a nővérek, kedvesek, és mindent megtesznek nekünk, nagyon aranyosak, és ebéd is finom mindig. Igen. És látjuk azt, hogy itt most gyönyörű szépeket színeznek ceruzával, fésztollal, de hát én itt látok horgolt figurákat is. Igen, azokat én horgoltam a télen, és horgoltam terítőket is, angyalkákat is horgoltam a karácsonyfára itt, és csillagokat, amiket éppen tudtam. A bent élők többségét folyamatosan látogatják családtagjaik. Telefonos egyeztetés után jó időben főként az udvaron találkoznak, ahol a filagóriában vagy a teraszon tudnak beszélgetni. Az idős gondozáshoz elengedhetetlen az elhivatott szakképzett személyzet, akik szakértelemmel és empátiával fordulnak az idősek felé. Dolgozói kollektíváról egy szóban azt kell tudni, hogy fantasztikus, nagyszerű. 16 nővér van, gondozó ápoló, van szakmai vezető, van főnővér és mentálos. Aztán természetesen konyhások vannak, takarítónők és mosónő. Általában egy műszakban 3 kollega dolgozik. A város intézménye az idősek részére teljes körű ellátást biztosít, mely magában foglalja többek közt a legalább 3-szori étkeztetést, egészségügyi ellátást, mentális gondozást, mely méltó élethelyzetet teremt a társadalom idős generációjának. Szlovákia tavaly októberben érkezett rendőrök váltására idén januárban újabb kontingenst küldött Magyarországra, a magyar-szerb határ védelmére, akiket a Kiskunhalasi Csipke Hotelben szállásoltak el.
A szálloda szervezésében február 8-án Kiskörösre látogatott az Unió külső határának védelmében résztvevő szlovák rendőrcsapat, hogy megismerkedjenek városunkkal. Február 8-án azok a szlovák rendőrök látogattak el Kiskörösre, akik a magyar-szerb határ védelmében, valamint házi őrizet biztosításában és járőrözésben segítettek az elmúlt hónapokban magyar kollégáiknak Kiskunhalas térségében. Itteni szlovák kontingens, ami már mi vagyunk, a szlovákiai rendőrök, itt Bács-Kiskun megye teljes térségében egy mélyreható ellenőrzéssel segítjük a magyar rendőrséget a migráció megakadályozásában. A szlovák kontingens, már mint mi, tavaly február végéig volt és van itt, és már most elmondhatjuk, hogy egy sikeres együttműködést sikerült összehoznunk, és jövőben is fog folytatódni. Ennek a magyar-szlovák együttműködésnek a részként elfogadtuk a szlovák község és a kiskörösi önkormányzat meghívását. A szlovák rendőröket szolgálati idejük alatt a kiskunhalasi Csipke Hotelben szállásolták el. A szálloda ügyvezető igazgatója Kis László ötlete volt, hogy a már hónapok óta Magyarországon szolgálatot teljesítő szlovák rendőröknek kiskörösi programot szervezzen. Ebben Káposzta Lajos volt a segítségére. A kiskunhalasi Csipke Hotelban több éve már, hogy határőrök, különböző közép- és nyugat-európai uniós tagállamok rendőrei laknak, akik a déli határokon teljesítenek szolgálatot. Ez vagy uniós keretben, vagy pedig a visegrádi országok kapcsolódása révén zajlik. Ennek megfelelően hát volt, hogy franciás programot, németes programot, de leginkább lengyeles, szlovákos és csehes programot kellett tartanunk. A városunkban eltöltött egy nap programjának összeállításakor azt is figyelembe vették, hogy bemutassák kiskörös szlovák hagyományait is. Már megnézték a neten, hogy ők pálinka főzdét akarnak nézni, úgyhogy Soltvadkerten a Sisztel pálinkát mondták, hogy feltétlenül. Emellett mindenképpen akartunk valami szlovákot, és hát közelharcot kellett vívnom a múzeumos kollégákkal, hogy nem nézzünk meg mindent, hanem inkább egy kis séta és a szlovák tájház, egy kicsit Petőfi Sándor, Ruz Mária és egy-két jó kis történet természetesen. Utána pedig itt a művelődési ház felső termében a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat jóvoltából igazi kiskörösi szrapacska. A vendégek elmondták, hogy nagyon jól érezték magukat Kiskörösön. Széleskörű bemutatás volt a kolléganő számára, és nagyon tetszett, főleg Petőfi Sándor tradícióról elmondott dolgok, és a tájház, a város historikus, nem tudom, hogy mondják pontosan magyarul, dolgairól tájékoztatott, és ez nagyon-nagyon szép tapasztalat, és egy ilyen kiesés a mindennapi sztereotípusból volt a fiúknak, úgyhogy nagyon-nagyon egy szép tapasztalat volt. Györk Ernőné, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke strapacskával várta a vendégeket, és a kiskörösi szlovák hagyományápolásról is tartott egy előadást. A farsangi időszak minden diák számára nagyon fontos. A kiskörösi Bem József általános iskolában idén témahét keretén belül foglalkoztak a télbúcsúztató ünneppel, így a pedagógusok szinte minden tantárgyba beépítették, még a matematikába is. Több napig tartott a farsangi mulatság a kiskörösi Bem József általános iskola alsó tagozatosainál, mely során a diákok megismerkedtek a farsangi hagyományokkal és szokásokkal. Ez az időszak azonban máshogy zajlik, mint a koronavírus járvány előtt. Eddig az osztályok közösen készültek osztálycsoport produkciókkal, fantasztikus hangulata volt, nagyon-nagyon motiválta a gyerekeket, borzasztóan örültek, versengtek egymással, csoportosan felelevenítettünk sokszor, mi például Demjén Ferenc szerelemvonatát jelenítettük meg, vagy retro
reklámokból vettünk ki produkcióknak való anyagot. Imádták a gyerekek, nagyon-nagyon szerették. Idén témahéttel készültek a pedagógusok erre az időszakra. Vizuális nevelés órán például a Mohácsi busójárást dolgozták fel, ahol karneváli dekorációk is készültek. Magyar órán verset is tanultak, jókedvel, mivel ez nem olyan kötött, mint a kötelező vers tanulás. Matematika órán szöveges feladatokat készítettünk a farsangi fánk receptjéből. Ez is nagyon tetszett a gyerekeknek, hiszen más kötetlenebb, mint egy hagyományos matematika óra. A témahét az elengedhetetlen farsangi mulatsággal zárult. Minden teremben az asztalon sorakoztak a szülők által készített farsangi fánkok és más finomságok. Az osztályokat tanító pedagógusok és a pedagógiai asszisztensek együtt ünnepeltek a gyerekekkel. Néhányan maguk is beöltöztek a különleges délutánra. Február 7-én drámaszakkört indított a Petőfi Sándor Művelődési Központ. A szakkört a kiskörösi származású Tordjik Tamás vezeti, akinek gazdag tapasztalata van színjátszás terén, hiszen iskola színjátszókört vezetett, illetve közreműködött a Kalocsai Tália Társulat munkájában is. Térkitöltő séta indult, szép lassan. Meglepően sokan vettek részt a február 7-én kezdődő drámaszakkör első foglalkozásán a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Ténylegesen 20-25 ember érdeklődik a kör, a program iránt. Most ugye a betegség miatt többen is lemondták, de hát bízunk benne, hogy megyünk ki a télből, megyünk ki a járvány időszakból, és akkor ez a csapat megmarad, és hát legalább egy ilyen 15-18, több nem is kell, fős törzsgárda alakul. Tordjik Tamás, a szakkörvezetője elmondta, hogy a csoporthoz bármikor lehet csatlakozni, hiszen igaz, hogy a foglalkozások valamennyire egymásra épülnek, de nem annyira, hogy ne lehessen menet közben akár egy-két alkalomra is becsatlakozni a csoportba. Az első foglalkozás az ismerkedés jegyében telt. Minden hétköznapi helyzet is egy ilyen új alakuló csoportnál a bemutatkozással, a társismerettel kezdődik. Én itt drámán nem szeretem, hogyha csak dumálunk. A dráma, ugye maga a görög szó is a drán cselekedni igéből jön, tehát az azt jelenti, hogy csinálni kell valamit. Úgyhogy a bemutatkozás itt azt hiszem olyan fél-háromnegyed óra múlva került elő, mert hogy térérzékelést fejlesztő, arra érzékenyítő gyakorlattal, aztán pedig egy kooperációt, együttműködést fejlesztő gyakorlattal kezdtem. Nyilván azzal a szándékkal, hogy ebből a bizonyos komfortzónából mielőbb kimozdítsam a kedves és ártatlan résztvevőket. Tehát ezeknek az első alkalmaknak, és most így fogalmazók, tényleg az önismeret és a társismeret a megalapozása a legfontosabb célja. A gyakorlatok, játékok általában 10-15 percig tartanak, és bárki meg tudja csinálni, akiben van egy kis nyitottság. A drámapedagógus elmondta azt is, hogy ez nem egy pszichológiai csoport, és nem is egy színészképző, hanem itt a közösségi élmény a legfontosabb. A foglalkozások során az önismereten túl az emberi kapcsolatok új minőségi megélése a cél. Azután, hogy ki az itt tapasztaltakkal, önmagán vagy másokkal kapcsolatban tapasztaltakkal mit kezd, akár az önismeret felé, akár a színjátszás felé, az már egy más kérdés lesz. De a vállalkozásunknak a fő célja az a közösségépítés, egy közösség létrehozása. És azt tapasztaltam itt most, az első alkalom, hogy nagyon-nagyon gyorsan létrejött egy együttműködő, toleráns, empatikus, nyílt és játékos közeg. A csapat életkor tekintetében igen vegyes volt. A középiskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviseltette magát. Ez azonban semmilyen gondot nem jelentett a játékok során.
Folyamatos nevetés és jó hangulat jellemezte a két órás foglalkozást. A drámaszakkörhöz még várják a 16 és 99 év közöttiek jelentkezését. A foglalkozásokra keddenként 17 órakor kerül sor a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A Kiskörösi LC szervezésében a téli időszakban megtartott bozsiktornák sorozatát február 4-én az U9-es csapatok zárták. A Kiskörösi Városi Sportcsarnokban 10 utánpótlás labdarúgó együttes lépett pályára a nap során. Február 4-ével ért véget a téli bozsiktornák sorozata. A KLC szervezésében megvalósuló sporteseményt az U9-es korosztály mérkőzései zárták a Városi Sportcsarnokban. A torna utolsó alkalmán Soltvadkert Kunszent Miklós, Bugat, Dunapataj, Solt, Akasztó, Kerekegyháza, Izsák, Harta és Kiskörös csapatai léptek pályára. Ahogy a ősz, illetve a tavasz folyamán is ugye körzetközpontként ugye bozsik rendezvényeket kell tartanunk, így a téli időszakban is ugye terem eseményeket kell az U11, illetve az U9-es korosztálynak. Elvileg december, január és február hónapban minden hónapban egy-egy tornát kell csinálni az U9-es korosztálynak. Mi ugye január és februárban tudtuk ezt megoldani, és ezt köszönettel tartozunk a sportcsarnok üzemeltetőjének, hogy rendelkezésre tudott bocsátani két hétvégére is a csarnokot, és ennek a keretében tudtuk megrendezni a téli U9-es bozsikterem tornát. A KLC részéről 3 csapat is pályára lépett. A terembajnokság lebonyolítása más, mint a szabadtéri bozsiktornáké. A lebonyolításban annyi változást eszközöltünk, mint a kinti esetében, hogy óránként 3-3 csapatot próbálunk meghívni, azért, hogy gördülékenyében sokkal gyorsabban lemenjen a rendezvény, és ne az legyen, hogy esetleg a gyerekek itt fél napokat itt ülnek, ugye kevés játék lehetőséggel, ugye ellentétben a szabadtéri bozsikokkal itt csak egy pálya rendelkezésünkre, nem úgy, hogy minden egyes pillanatban minden gyerek játszik. Mivel sok egyesület a megemelkedett energiaárak miatt nem tud teremben edzeni, így még fontosabbá vált a kluboknak, hogy részt vegyenek a bozsiktornákon. Tisztában voltunk azon, nagyon sok egyesület nem tud például teremben se edzeni, úgyhogy nekik is úgy gondoljuk, hogy a felkészülésben segítség volt az, hogy legalább most két alkalommal is tudtak versenyszerűen felkészülni a tavaszi bozsik eseményekre. Várhatóan szabadtéren majd márciustól lesznek bozsiktornák a városi sporttelepen, ahol a tervek szerint nyárig 5 alkalommal találkoznak ilyen formában a csapatok. A kiskörösi U9-es bozsiktornán sem az eredmények számítottak. A lényeg az volt, hogy a fiatal labdarúgók meccshelyzetekben is fejlődjenek. Most pedig nézzük a mai nap híreit, még egyszer röviden. Jelenleg 58 idősről gondoskodnak a Sárkány utcai idősek otthonában. Egy szlovák rendőrcsapat látogatott Kiskörösre február 8-án. Elindult a drámaszakkör a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Farsangi témahéttel búcsúztatták a telet a BEM iskola alsó tagozatosai. Az U9-es csapatok szereplésével zárult a téli bozsiktorna sorozat. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással, holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros-tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Napra kész című műsorunk következik. Ezt követően Heti Ars című műsorunkban Komlós Kinga, Gyémántól díjas írónő lesz a vendégünk. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!